Egy hordó Anders Anderson a falu végén lakott a feleségével, meg a három gyerekével. A házától nem messze hegyi voltak, meg gyepes és köves halmok. Azt mondták, ki elhitte, ki nem, hogy a halmok némelyikében föld alatti nép tanyázik. Na, ami Anders barátunk nem félt a földalattiak alattiak szomszédságától. Úgy gondolta, hogy ha nem haragítja meg őket, nem bántják egyszer késő este kopogtatnak az ajtaján. – Ki az? – szólt ki az ágyból a gazda, mert már félig lefekült, félig aludt is. – A szomszédod vagyok! – felelt egy idegen hang. – Itt lakom a három halom közül a középsőben, a patakparton. Nagy szívességet akarok kérni tőled. – Vár, mindjárt beeresztlek, csak a papucsom hat húzom fel! – mondta Anders, és beeresztette az idegent. Tisztességtudó embernek látszott, jó estét köszönt, és bocsánatot kért a késői alkalmatlankodásért. Csak aztán hozakodott elő a kérésével. Lakodalom van nálunk, és kifogyott a sörünk. Nagyon megköszönném, ha kisegítenél egy fordócskával. Pár nap múlva frisset főzünk, és abból megadom. Anders kezébe nyomta a pincekulcsot, a szomszéd felhozta a hordósört, visszaadta a kulcsot, és még egyszer megköszönte a szívességét. Aztán elment. A hordót úgy vitte, mintha semmi súlya nem volna, a hóna alá fogva. Harmadnap beállított egy hordósörrel, és azt mondta. – Ha megfogadod a szavamat, sörre ezután nem lesz gondod, barátom, mert ebből annyi terezthetsz, amennyit akarsz. Soha se fogy ki. Csak bele ne nézzen senki a hordóba. Úgy is volt, ahogy a föld alatti szomszéd mondta. Akárhányszor csapra verhették, mindig friss sör folyt a hordóból, és Anders háza népe ismerte a feltételt, eszükbe se jutott megszegni. Hanem aztán új szolgáló került a házhoz, és annak nem fért a fejébe, hogy lehet mindig tele az a hordó, mikor sose főznek sört. Annyira furdalta a kíváncsiság, hogy egyszer belenézett. És mit látott? Mit gondoltok? Mitől ilyet meg annyira, hogy majd hanyat vágódott? A hordó telis-teli volt varangyos békával. És attól fogva hiába csapolták, egy csepp nem sok, annyi sört se adott.